Szegedre, és a férjemmel mentünk a Petőfi Sándor sugárúton, jött valaki szembe, köszöntünk egymásnak, kérdezte férjem, ki volt ez? Hát mondom, Ságváriba iskolatársak voltunk. Mentünk egy csaroknyit, megint köszöntünk, ki volt ez? Hát a Ságváriba együtt tanítunk. Itt Szegeden mindenki ságvárista. Jót vagy rosszat mondunk a gyereknek, beletaposunk a lelki világokba, vagy elviszik egy életre. Középiskolás éveidről, Szent Ságvár is voltál, mi maradt meg neked leginkább? Nagyon sok kedves emlékem maradt, és nagyon sok jó tanárom volt. Kicsit nehezen kerültem be a Ságváriba, mert bár jó tanuló voltam Hálman Kató általános iskolában, Újszegedre vettek föl. Aztán én úgy éreztem, hogy ide szeretnék kerülni a Ságváriba. Nemrég alakult ez az iskola, de már jó híre volt, és egy nagyon kedves általános iskolai ének tanárnőm segítségével, dr. Szolnoki Jánosné, bekerültem a Ságváriba, hál' Istennek. Mi volt, mely tantárgyak voltak a kedvencek? Tantárgyak tulajdonképpen egyformán szerettem, mint jó tanuló mindegyiket. Talán inkább a tanáraimról szeretnék beszélni, akiket nagyon tisztelek, és akik nagy hatással voltak rám. Hát először is Szécsi Jóska bácsiról, aki az éneket tanította, és nagyon sok hangversenyre jártunk. Minden évben volt úgynevezett irodalmi zenei est itt a díszteremben. Jártunk a Rádió 6-os stúdiójában, ott is volt fölvételünk. Ezeken az utakon, természetesen vonattal tettük, még nem voltak külön buszok annak idején, vonattal tettük meg ezt az utat. Jóska bácsi köztünk volt, beszélgetett velünk, játszott velünk, és rengeteget énekeltünk. Nagyon sok szép magyar népdalt tanultam meg ebben az időben, és neki köszönhetem, hogy az érettségi után, talán erről még beszélek, de most is elmondhatom, talán az egyéb származásom miatt nem vettek fel az egyetemre, és Jóska bácsi vigasztalásképpen elvitt a Szegedi Zenebarátok kórusába, ahol évtizedekig énekeltem, az egy külön része és élménye az életemnek. Talán már kicsit előreugorva elmondhatom, hogy ami zenét ott tanultam, és zenész barátaim, barátnőim voltak, azt az ismereteimet a magyar tanításban is kamatoztattam. Sokszor bevittem az irodalmi művekhez kapcsolódó zeneműveket is, és azt hiszem, hogy nagy örömmel hallgatták a gyerekek néhány percig nyilván. És leginkább dr. Kordi Imrére, Jóska bácsi mellett, neki köszönhetem, hogy magyar tanár lettem. Most is előttem van borzas haja, mosolygós arca, berohant sokszor késve az órára, fölült az asztal szélére, és akkor elvarázsolt bennünket. Olyan elemzéseket hallottunk, amiket később magyar szakosként, talán az egyetemen se mindig. Agydaganatban halt meg, igen, korán 36 éves korában. De előtte, még végzés után, nyilván előtte, sokszor egy-egy úgynevezett házi buliba is meghívtuk, ahol elbeszélgettünk. Ezek a házi bulik nem olyan úgynevezett bulik voltak, hanem kellemes összejövetelek. Dr. Molnár Istvánné szintén kedvenc tanáraim között volt, kémiát tanított, később kollégám is lett. A nagyszerű ságváris kirándulásokon, mert ez is egy élmény volt az itteni tanárságomon, sokat beszélgettünk családról, életről, sokat köszönhetek neki, és talán egy kicsit még az életemet is, mert a fia orvos lett, egyik fia, ma is orvosom, és egy nagyon komoly betegséget ő fedezett fel, ha ő nem fedezi fel, akkor talán most nem ülök itt.
Éppen azért, mert előző évben a származásom miatt nem vettek föl, amikor is történelemre és latinra jelentkeztem, hál' Istennek, hogy nem vettek akkor föl. Kordi tanár úr a magyar-orosz felé irányított, mondván, hogy rengeteget fölvesznek mind a két szakból. Említetted már 2010-ben is, hogy egyéb származású voltál, vagy vagy. Mit jelentett ez, hogy a fiatalabbak nem biztos, akik mondjuk megnézik majd ezt a filmet, tudják, hát, hogy mit jelent? Azt hiszem, hogy a legrosszabbak az X-esek voltak, az X-es, úgynevezett X-es származásúak. Azoknak általában katonatiszt volt az édesapjuk. Az én származásom azért volt talán a második legrosszabb, mert édesapámnak volt egy pici kis rövidáró boltja. Ha nem is kapitalista volt, és nem éltünk hüde jól, de ez azért úgy látszik, hogy negatívum volt az életemben. Ekkor egyszer éreztem ennek a hátrányát, amikor állítólag ezért nem vettek föl, de az is lehet, hogy a felvételim nem sikerült olyan jól, igazából nem tudom. De a következő évben eltörölték az úgynevezett származás szerinti kategorizálást, és akkor már bekerültem. Ez mikor volt? 62-ben jelentkeztem először, akkor nem vettek föl, és akkor ezek szerint 63-ban törölték el, 1963-ban. Tehát ugye a Kádár korszakban jártál akkor egyetemre. Igen, szerint. Igen. És ugye amit mondtad, hogy katonatiszt, az viszont a Horthy korszakban volt katonatiszt, igen, tehát igen, olyan igen. Származás szempontjából. Igen. Amikor az egyetemre jelentkeztél, akkor még megvolt ez a rövidáró bolt nem, a családnak, nem, mert korábban hát ezt államosították. 51-ben vagy 52-ben elvették tőle. Uh-huh. Államosították, így is mondhatjuk. Így és nagyon kemény évek voltak, szegény apukám villanyszerelő volt, ott a Vámtérnél volt egy malom, és ott volt villanyszerelő, reszketve állt a család, anyukám meg az öcsém, hogy nehogy valami baj érje villamos áram, de aztán a szakmájában, kereskedő szakmájában el tudott helyezkedni. A családban egyébként volt pedagógus? Nem. Tehát semmiféle indítatás nem. Semmi, csak amit mondtam, hogy talán édesanyám vágyát valósítottam meg azzal, hogy pedagógus lettem. Nem, már az korán talán általános iskolában nem is tudom miért úgy éreztem, hogy én tanítani akarok. És végül is az otthonom ebben a témában a középiskola lett. Uh-huh. Édesanyád az mivel foglalkozott? Barónő volt. De tájékozott volt, korán hallgatta már a tévében is a megfelelő műsorokat, rengeteget olvasott, és nagyon szeretett engem. Hol kezdted a pedagógusi pályát? Bátaszéken. Hogy kerültél oda? Hát úgy kerültem oda, hogy Szegeden nemigen volt lehetőség arra, hogy talán általános iskolában, vagy süketeknél, vakuknál, tényleg Gregor József művész úr segítségével talán elhelyezkedhettem volna. Én mindenáron középiskolába akartam tanítani. Talán még az is benne volt, hogy ilyen korban az ember már önállósulni akar, tehát ilyen módon akkor nekem el kellett kerülni Szegedről. És akkor az egyetemen, 5. évben, amikor az álláshelyekről volt szó, akkor a bátorszéki igazgató erre járt, és ilyen az én szakomnak megfelelő pedagógus kellett. Meg aztán Miheller Magdolna évfolyam társamnak volt, ami Tolna megyei ösztöndíja, ő itt fogták az egyetemi, milyen Károlyi kollégium volt, már az Móra kollégiumnak lett a igazgatója, vagy helyettese. Na, a lényeg az, hogy én, hogy úgy mondjam, átvállaltam az ő helyét, és akkor így kerültem oda. Ott lettem pályakezdő, nem voltak könnyű évek. Talán a legnehezebb az volt, hogy Szegedről falura kerültem, otthonról kikerültem a nagy magányos életbe. És hát nehéz volt, különösen a magyar tanítása, rengeteget kellett készülni, és rengeteget kellett javítani. Hetente kétszer, két nyelvtanóra volt annak idején, hetente kettő, és állandóan helyesírási dolgozatokat írtam. Már akkor csapnivaló volt a gyerekek helyesírása, és
javítottam, de a végén már azt sem tudtam, hogy kell helyesen írni. Ráadásul akkor olvastam el egy diákom hatására a Virágot Algernonnak című könyvet. Ismerős, hogy ott a mélyből, hogy jött szellemi magaslatra a főszereplő, akinek naplót kellett írni, és az tele volt helyes írási hibával. No hát. De végül is azért elég jó helyes író maradtam. Hány évet tanítottál Bátaszéken? Bátaszéken 3 évet. Talán még elmutatom azt is a két kort összehasonlítva, hogy akkor rengeteget olvastak a gyerekek. És ahogy mondtam, egy tanítványomnak köszönhetem, jött lelkesedve, mert hogy olvasta a Virágot Algernonnak, én olvastam, mert hát magyar tanár, de nem olvastam, mert arra a készülés meg a javítás ideje alatt nem volt időm. Elolvastam. Rengeteget nem néztek tévét, de akkor sokkal színvonalasabb volt a tévé. Ez nem nosztalgia múlt felé, de nagyon sok színházi közvetítés volt, és nagyon sok irodalmi adaptáció. És ezeket megnézték a gyerekek, igényük is volt rá, nagyon jó kis osztályom volt, vagy osztályaim voltak, és másnap kérdezték, hogy a tanárnő látta-e. A tanárnő nem látta, mert nem mertem nekik mondani, hogy készültem és dolgozatot javítottam. Csak hát, és akkor ez nagyobb, nekem a magyar tanárnak nagyobb nehézség volt, mert tájékozottabbak, még tájékozottabbak voltak éppen az olvasottságok és a jó tévéműsorok megtekintése miatt az irodalomban, és nekem valahogy tartani kellett a lépést velük. Már itt a Ságváriban ezt kevésbé éreztem, ezt a nehézséget. Hát nyilván beletanultál már a... Én beletanultam, meg hát a tévéről nem kell többet beszélni, hogy messze nincs olyan színvonalas, mint akkor volt. És ezt mondom, nem nosztalgia. És 3 év után rögtön visszakerültél Szegedre? Nem. Ott ismertem meg a férjemet, ő Baján is tanított, együtt tanítottunk először a Bátorszéki gimnáziumban, ez egy közös igazgatású általános iskola és gimnázium volt. Mielőtt a kérdésedre felelnék, azt is elmondom, hogy volt, hogy 5. beküdtek énekórára, te úgyis énekkaros vagy, meg jó hangod van, akkor még nem voltam gyereket. És akkor az 5. énekóráról mentem föl a gimnáziumba érettségi előkészítőre magyar órát tartani, hát egy kicsit tudathasadásos állapot volt. No, szóval megismerkedtünk, meg volt az esküvő, és mivel ő Baján tanított, én is átkerültem. Először általános iskolába tanítottam, ott is 5. magyart, fél évig, mert akkor veszélyeztetett terhes lettem. Itthon szültem, és szülés után visszakerültem, de akkor már a tanítóképzőbe, úgyhogy minden szintet kipróbáltam. Tanítóképzőbe tanítottam talán 3 évet, írás-olvasás módszertant. Hát ez még tudathasadásosabb állapot volt. Én, aki soha nem tanítottam tanítónőként, ennek a módszertanát kellett okítanom. Hát óráról órára készültem, jegyzetekből, és örök nosztalgiám volt, hogy visszakerüljek középiskolába, és ott magyar-orosz taníthassam. Orosz is tanítottam, az kevésbé volt nehéz feladat, de ott meg gyermekirodalmat tanítottam, ott is állandóan készülnöm kellett. Közben, hogy a kisgyerek ha éjjel sírt, akkor is mosolyogva kellett bemenni, mert itt is a tanárjelölteknek azt tanítottam, hogy amint lenyomjuk a kilincset, akkor át kell változni kicsit színésszé, mosolyogva és problémamentesen kell tartani az órát. Hát ez nehéz volt Bátaszéken is, sokszor itt is a Ságváriban. És akkor, amikor a második gyerekemmel voltam gyesen, akkor úgy éreztem, hogy vagy most, vagy soha, mert hát visszavágytam haza a városomba, meg talán középiskolába. Kerestem, és egyszer itthon, édesanyám vigyázott a pici gyermekemre, én meg elmentem a kozmetikushoz, és ott hallottam a kozmetikustól, aki szintén ságvárista volt, hogy az osztályfőnöke Balázs Klára, orosz történelem szakos, Kecskemétre kerül, férhez menés miatt, hát akkor én megpróbálok ide kerülni, orosz tanítani.
Bejöttem a igazgató úr fogadott, akit nem ismertem, ő se engem nyilván, viszont a bajai igazgatom, dr. Gassner István évfolyam társa volt. Nagy tudású és emberséges emberek kerültek ki annak idején a tanítóképzőből. Aztán, ahogy ott beszélgettem vele, jöttek a régi tanáraim, nagy lelkesedéssel fogadtak, talán ez is segített, aztán érdeklődött, hogy az egyetemen, az orosz tanszéken különösen emlékeztek rá. Pici kis szertárunk volt, ahol egy helyben három ida volt. Azelőtt édesanyámon kívül, meg magamon kívül nem ismertem idát, és amikor valamit mondtak, hogy ida, akkor én is kapkodtam rögtön a fejem. Mikor azt mondták, hogy Kisida, akkor a Molnár Idára gondoltak, de mivel az én lánykori nevem Kisida, akkor is kapkodtam a fejemet, újabb tudathasadásos állapot. Kis Dezső, na ő is kis, ajaj. Kis Dezső tanár úr, hirtelen ennyien, elég sokan voltunk. Szilágyi Zsuzsa tanárnő, ő vele végig együtt tanítottunk. Bár azt szokták mondani, hogy senki sem lehet saját hazájában proféta, hát nem is lettem én különösebben proféta, de jól éreztem magam, és nem utolsó sorban a régi tanáraimnak köszönhetően. Tehát ők segítettek leginkább a beilleszkedésben? Segítettek a beilleszkedésben, és hát meg magamon próbáltam segíteni a beilleszkedésben. Például a Tarcsai tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek, aztán a Varga Jutka tanárnőnek nagyon sokat köszönhetem az ő emberségüknek, kedvességüknek. De visszatérve az oroszra, nagyon szerettem tanítani, sok kedves tanítványom volt, akik egyik másik a barátom, barátnőm is lett. Rendszerváltás körül, nevet nem mondok, bár emlékszem a fiúra, azt mondta, tanárnő, esküszöm, tanulni fogom az orosz, csak ne legyen kötelező. De ennek ellenére, mondom, sok kedves élményem volt, és sikerrel, talán itt-ott sikerrel is tanítottam. Egyszer egy első helyezett OKTV-sem lett, ő tulajdonképpen Balázs Klára készítette föl, az ő idejében 12. lett, és ezzel fogadtak, hogy nekem be kell hozni az első 10-be a Zsuzsát, Tóth Zsuzsát. Hát azt se tudtam akkor, hogy mi az, hogy OKTV, mivel tanítóképzőbe tanítottam, meg gyesen voltam, meg korábban nem igen voltak ilyesmik. És akkor megint sok-sok munkával és a diák szorgalmával, memóriával köszönhetően országos első lett a Zsuzsa. Következő években még lett egy saját tanítványom, országos 8. helyezett. Ezért egyszer az Orosz Kultúra és Tudomány Házában egy oklevelet is kaptam. Sőt, egy nem túl olcsó, de moszkvai továbbképzési lehetőséget is. Minden évben az orosz munkaközösség, majdnem tanszéket mondtam, munkaközösség szokása volt, gondolom mások is, hogy egymást látogattuk. Hát az egy elég borzalmas dolog volt. Fölkészült az ember, és annál minél jobban fölkészült, annál merevebb volt az órája. De a lényeg az, hogy ez egy, már elfelejtettem, hogy több, nagyobb óra számú osztály volt, és nyilván kisebb csoport is szerették tanulni az oroszt. Rengeteg házi feladatot adtam föl, se én, se a gyerekek ezt nem vették észre, de Gábrisida tanárnő, a főnökünk a megbeszélésen kérdezte, hogy hát azt mondja, másik osztályban palota forradalom tört volna ki, ha ennyi házi feladatot föladsz. De hát ők akkor már könnyedén ezt meg tudták oldani. Kellett egyébként motiválni a diákokat az orosz nyelv tanulására? Vagy volt valamilyen ellenállás, mondjuk politikai? Hát az előfordult. Az előfordult, megmondom őszintén, ez elő már elmeséltem azt a történetet, hogy csak ne legyen kötelező, tanulni fogom. Ennek ellenére azért tanulta a gyerek az oroszt. Hát olyan is volt, hogy egy francia tagozatos osztályban, szintén ismert név Szegeden van, orvos lett belőle, a enyhén széttépett orosz könyvét a tornaterembe találták meg. Voltak ilyenek is. A nyelvtanításnál az mindig szerencsés, hogyha a tanár nyelvterületre is kijut. Tehát hányszor volt a
oroszországi Szovjetunióban. Igen. Akkor. Azt hiszem háromszor, egyszer egyetemista koromban, egy hónapig, túl sokat nem ért, egymás között magyarul beszéltünk, a tanárok nem nagyon voltak, nem nagyon színvonalas órát tartottak, és úgy emlékszem, hogy kétszer voltam tanárként kint. Ezek hosszabb idejük voltak már? Egyszer három hónapos továbbképzésünk volt. Emlékszem, akkor már a Ságváriba tanítottam, és egy szüreti, október végi időszakból mentem ki november 7-ét ünnepelni, akkor már majd megfagytunk. Magyart a rendszerváltás körül, talán éppen 90 körül, talán abban az évben, az év végén, amikor a tantárgyfelosztás történt, akkor odajött hozzám az igazgató úr, Valkosz igazgató úr, és megkérdezte, hogy baba, mert ugye így hívott bennünket, sokan ezt nem is szerették, baba, nagy baj lesz, ha szeptembertől magyart is tanít? Hát mondom, nagy baj, de más megoldás nincs. Hány év telt el egyébként, amit magyar tanítottál, majd újra tanítani kezdtél között? Bátaszéken tanítottam, érettségiztettem is, és az volt a szerencsém, hogy amint mondtam, itt levelezőn és esti tagozaton magyart tanítottam. Hát 10-15 év biztos eltelt. És nehéz volt akkor újra belerázódni? Nehéz volt belerázódni, mondom, sokat kellett készülnöm, de sikeresen belerázottam. Szakvezető mikor lettél? Oroszból még az első években, tehát hogy úgy mondjam azonnal, még amikor szerződéssel dolgoztam, és ha jól emlékszem, magyarból 2-3 év után, ahogy elkezdtem itt tanítani a magyart, szintén szakvezető lettem. Változott a tanárjelöltekkel a munka az évek során, az ő felkészültségük? Nem tapasztaltál változást? Nem tapasztaltam. Nagyon érdekes, most hirtelen eszembe jutott egy úgynevezett negatív példa. Egy nagyon furcsa tanárjelöltem volt magyarból, mindig kritizálta az órámat, akár kellett, akár nem. Hát ilyen furcsa oldalt fésülte a haját, lófarokban, stílusa is kicsit furcsa volt. Na, aztán elkezdett tanítani, és akkor én kerültem az utolsó padba, ő a tanári asztalhoz, és akkor az volt az első megjegyzése. Jaj, de más volt ott hátul ülni és kint tanítani. Szerettél a tanárjelöltekkel foglalkozni? Szerettem. Mi volt benne a jó? Talán a legjobb az, ha a tanítás a végén éreztem, hogy tanult valamit, és jobban megy neki a tanítás, mint az elején. De az is egyfajta tanítás volt. És nem utolsó sorban még önfegyelemre is nevelt, mert azért akármit nem mondhatunk meg nekik, és akárhogy pláne nem mondhatjuk meg neki. Tehát ebben nehézség is volt, hogy a kritikám olyan legyen, hogy egyetértsen vele, elfogadja. És mit szereti az osztályfőnökségben leginkább? Hát talán ezek a gyerekek közelebb álltak az emberhez, mert nap mint nap találkoztunk, ügyeiket kellett elvégezni, talán jöttek problémáikkal is, bár ez a magyar tanítás kapcsán is előfordult. Egyszer magyar tanárként nyelvtanból azt a feladatot adtam nekik, nem én találtam ki, a nyelvtankönyvben benne volt, hogy írjanak egy levelet. Hát írjatok nekem egy levelet, rendesen borítékban, megcímezve, nem kell bélyeg rá, és amiről akartok, de nekem szóljon. És csodálatos, őszinte leveleket kaptam. Például olyat, hogy, és érdekes módon a fiú is, meg a lány is oda járt az osztályba, szerelmesek voltak egymásba, de nem vallottak még egymásnak szerelmet. Tulajdonképpen én tudtam meg először, hogy mind a kettő kedveli a másikat. Milyen volt a tanárok és a diákok viszonya? Szerintem amilyennek lenni kell. Színvonalas órákat tartottak szinte valamennyien.
és szerették a diákokat, én úgy érzem. Véleményed szerint mi volt a iskola legfőbb erénye és értéke? Azt hiszem a színvonalas oktatás, és ahogy sokszor hangsúlyoztam, az emberség. Annélkül, hogy különbséget tennék, mert nagyra becsülöm a Radnoti gimnáziumot, de úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy sokszor szemére vetették, meg vetik a Ságvárinak, hogy milyen istáló? Versenyistáló. Azért sok mindent figyelembe vettünk. Én például az egyik osztályomban a történelem tanár állandóan dolgozatot íratott. Na, mondom, gyerekek, most már itt az idő, hogy magyarból is dolgozatot írunk. Nem lehet tanárnő, mert holnap történelemből dolgozatot írunk. Jó, elhalasztjuk. 3 nap múlva. Nem lehet tanárnő, mert történelemből röbb dolgozatot írunk, mondom. Ezt a szót, hogy történelem, többet ne halljam. No, ez elismerés is volt, meg kritika is, azt hiszem, hogy talán néha túl sok témazárót irattak, talán most is iratnak a gyerekekkel. Jó lehet, volt egy megállapodás, hogy egy nap csak egyet lehet, egy héten csak 3-at. Hát jöttek a gyerekeim osztályfőnök koromba, hogy egy nap írnak 3-at. Nem tudok mit tenni, gyerekek. Ez erősség is, de talán bizonyos mértékben negatívum is volt. De mondom, úgy érzem, hogy valamennyi tanár emberséggel dolgozott, és hogy ez negatívum vagy pozitívum volt, hogy el is hangzott tanári értekezleten, hogy alapvetően az iskola igyekezett politikamentesen oktatni. És a színvonalas munkánkhoz ismerjük el, hogy az is hozzájárult, hogy általában jó képességű gyerekek jöttek ide annak idején, gondolom most is, családi háttérrel, Ságvár is múlttal, anyuka, apuka, nagynéni, testvér Ságvárba járt, tudták, hogy hova jönnek, céljuk volt, és többé-kevésbé tanultak is. Hát gyenge képességűek itt is voltak, nem tudom, hogy ezzel válaszoltam-e a kérdésedre. A Ságvár is hátrát említetted, neked a gyerekeid ide jártak? Igen, mind a kettő. Mind a kettő itt érettséget, és ő pedagógusok lettek? Mind a kettő, igen. Mikor lettél pártag? Egyetemista koromban. Na. Nem vagyok rá büszke. Egyetemista koromban tulajdonképpen elmondom, azért is elmondom, a nevét is elmondom. Elmondom. Az egyik tanárom járt állandóan a nyakamra, hogy úgy mondjam, Jakocs tanár úr, orosz tanárunk, mindenáron be akart vonni a pártba. Aztán az is benne volt még, hogy tulajdonképpen úgy éreztem, hogy főleg azokat viszik anyanyelvi továbbképzésre ki, akik valahogy ilyen módon is megfelelnek. Hát aztán tulajdonképpen emlegetett Devics tanárról is segített nekem ebben. Sírva mentem hozzá, hogy hát képzelje el, hogy mit akarnak, hogy mit csináljak. Nem baj, fiam, lépjél csak be, lesz egy rendes ember is legalább a pártagok között. Na, aztán azt is elmondhatom, hogy amikor most készítettek föl, hogy te pedig legyél pártag, akkor alig vártam, hogy már menjek a Jakocs tanár úrtól el erről a beszélgetésről, mert húsvét lévén nekem a templomba kell menni. Tehát Kádár korszak, pártagság, én ugyanúgy hívő maradtam. Megkérdezték, nem sokszor, de egy-két ember megkérdezte, hogy ez nem összeegyeztethetetlen, hogy pártagság, meg templomba járás, meg hívő. Mondom, nem, az egy formális dolog, hogy én pártag vagyok, elmegyek a gyűlésekre, fizetem a tagdíjat, egy fél autónyi összegyűlt, és aztán talán egy kicsit titokban, meg a bujkálva, de hitemet végül is megtartottam. És otthon nem néztek egy nagyot, hogy beléptél a pártba? Nem. Azok után, hogy elvették ugye a röviden rúgoltat? Nem. Ebben apukám is nagyszerű volt, nem siránkozott, tovább lépett, végül aztán
áruda vezető lett, Lenin körúton volt egy nagy sport és játékbolt. És ebben az egyik példaképen, azt hiszem nem említettem a nevét, Kerény Jóska bácsi, itt volt testnevelő tanár, és ő 10 évet töltött Szibériában. Egyházban laktunk, nagyon jó barátságba keveredtünk, sokszor beszélt is, érdekes történeteim is vannak erről, a szibériai éveiről. Soha nem szitta az oroszokat, igaz, hogy nem tanult meg oroszul, egy-két szót csak tudott, nem is volt hajlandó oroszul beszélni, de mondom, ez nekem példa, hogy kint volt 10 évig, a fia Amerikába ment, felesége sokáig nem tudta, hogy hol van, nagy nehezen kaptak róla hírt, de ismétlen mindezek ellenére nem szitta, mert azt mondta, hogy nagyon szerette az oroszokat, egyszerű nép, nagy szívük van, az politika, ami történt. És az iskolában ez a pártalapszervezet, ez hogy működött? Tudom én. Hát voltak pártgyűlések, azokra elmentünk. Én azt sem mondhatom, hogy... Mi történt egy ilyen pártgyűlésen? Tudom, én a magam én nem is igazán, nem tudok erre visszaemlékezni, semmi különösebb dolog nem történt. Egy jó dolog történt az életemben a párton keresztül. Nem hiszem, hogy lehet, hogy másképp egyébként is kivittek volna a moszkvai továbbképzésre. A házasságunkban történt egy jó dolog. Nem is az én, hanem a férjem pártagságával, mert ő is az volt. Az egyik pártgyűlésen a párttagok valahogy hamarabb tudták meg, hogy óriási méretű áremelkedés lesz. És mi éppen akkor voltunk lakásvásárlásban. És ennek köszönhetően egy nappal hamarabb megkötöttük a szerződést, bánta is a lakáseladó, talán drágábban adhatta volna el, mint ahogy végül is mi megvettük, köszönhetően a pártgyűlésnek. Ja, és azért még azt elmondanám, hogy jól lehet a, nem is a Kádár korszakot, az még a Rákosi korszak volt, mi komolyan megéltük azzal, hogy apukámnak elvették a boltját, meg hogy aztán engem nem vettek fel az első évben, hál' Istennek, az egyetemre. De nem szeretem, amikor szabadjon ezt a véleményemet elmondani, nem vagyok politikus, nem is értek hozzá, nem szeretem, amikor a régmúltból mindent elvetnek, mert az a Kádár korszakban volt. Talán egy kicsit utaltam rá, hogy akkor is voltak szép dolgok, akkor is dolgoztunk, becsületesen tanultunk. Érdekes módon talán a fegyelem is egy kicsit nagyobb volt. Az a, bocsánat, fele nagy szabadság, bizonyos szempontból sokszor visszaütött. Hát ugye az első feladata az volt, ami minden nyugdíjasnak, hogy rendbe tettük a szekrényt. Mert volt rá idő. Hiányzott sokáig, de aztán elég hamar jó volt, hogy nem kellett korán kelni. Nem kellett készülni, nem kellett mindig dolgozatokat javítani. Többet olvashattam, kirándulhattunk szabadon. Tehát csomó olyan időre jutott most már, csomó olyan dologra jutott most már idő, amire Igen. még korábban nem. Igen. Valamilyen új aktivitás vagy hobbi? Nekem nem. Én nem vagyok olyan sok oldala, mint a férjem. Ő nagyon sok mindent tud csinálni. De néhány év kihagyással az éneklést is folytattam, tehát most is énekelek kórusban, a Dom kórusában, és ez nem jelentett törést a Vaszi kórus után, mert hasonló stílusú, témájú darabokat énekelünk, és hát örülök neki, hogy még mindig bírom hangilag is. De tulajdonképpen ez Isten meg a rendszer meg az iskola ajándéka volt, hogy én nem 55 éves korban mentem nyugdíjba, hanem sokkal később, 62 éves koromban. És az a rendszer ajándéka volt, hogy kaptunk nyugdíjat is, megkaptuk a fizetést is. Ennek köszönhetően tudtunk meg a gyerekek segítségével is mindkét lányomnak lakást venni, tehát
mi családunkban nincs kölcsön. Talán ez is hozzátartozik a értékrendünkhöz és a tervünkhöz. Tehát sokáig fölöttem lebegett a Damoklész kardja, hogyha valakit elküldenek az iskolából létszám fölösleg és létszámon fölüliek, akkor mi leszünk az elsők, akik nyugdíjasként még tovább dolgozunk, de 7 évig gyakorlatilag tovább dolgozhattam. Ha az 55-öt nézzük, de már akkor felemelték a nyugdíjkorhatárt is. Uh-huh. És hogy élted meg a nyugdíjassá, tényleges nyugdíjassá válást? Tudomásul vettem, hogy ez van. Egyrészt mennek az évek, meg helyt kell adni a fiataloknak, és hát ami átsegített a nyugdíjas éveken, az az első unokám. Csodálatos érzés volt, akkor már tanítottam, mikor megszületett. Milyen tanácsot, útravalót adnál az utódaidnak? Mindenképpen azt, hogy a színvonalat tartsák meg munkájukban, ami eddig jellemző volt a ságvárira. És talán egy móra mondással fejezném be, mivel lehet megszerezni a tekintélyt? Tudással. Mivel lehet megtartani? Emberséggel. Azt hiszem, hogy ha ez a kettő megvan, akkor elég jó tanár az illető. Hogyan látod az iskolát? Változott azok az időköz képest, amikor te itt tanítottál? Ezt az iskolát, ugye? Hát igen, igen, igen. Hát annyit mindenképpen változott, hogy sok a fiatal. Nem tudom őszintén szólva, hogy olyan színvonalas munkát végeznek-e, mint az én időmben. Mi végeztünk talán még színvonalasabbat az előttünk lévő generáció. Féltem az iskolát, hogy nehogy színvonal csökkenés legyen. Tehát a régen minden jobb volt, ugye? Gyakorlatilag mindenki átéli ezt. Érdekes volt az egyetemen, volt egyszer egy fölmérésünk, pedagógia tanszék csinálta, leendő pedagógusok. Szóval szó sem volt arról, hogy mi mások leszünk, kérdezted az elején. És valami ilyen kérdés volt, hogy mit tart fontosabbnak a pedagógus tevékenységében, a szaktudását, vagy az emberségét. Akkor se tudtam igazából sorrendet tartani, most se tudok. Szaktudás nélkül egyszerűen nem lehet bemenni az órára, tehát nagyon kell tudni azt, amiről beszélünk, de emberség és szeretet nélkül nem sokat ér a munkánk. Hogy mi a fiatalok Szekszárdra nagyon sokszor szerveztünk színházlátogatást. A akkori udvarom, a mostani férjem, meg a Sönmari barátnőm, mi hárma voltunk a főszervezők, és bizony, mire a színházból Bátaszékre értünk, az már 9-10 óra volt, és volt, aki még tovább ment, mondjuk Bátára, és másnap nem jelentettek. Igyekeztem azért én is nem kemény lenni, meg témazáró dolgozatot írni. Itt aztán a Ságváriban nagyon sokszor volt, hogy versenyen voltam, anyukám ez volt, orvosnál voltunk, agyba főbe próbáltak jelentkezni. Valahogy talán megint ugye a bezzeg múlt, de úgy érzem, hogy a munkaerkölcs legalábbis itt falon keményebb volt, komolyabb volt.